Emelkedhet a kenyérfélék és a péksütemények ára. Ez derült ki a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ felméréséből. Az áremelkedés egyik meghatározó oka az, hogy idén 500 000 tonnával kevesebb búzát takarítottak be. Emiatt 10%-kal emelkedett az étkezési búza felvásárlási ára. A malmok pedig ezért drágában adják a lisztet. Sajnos ez az az időszak, amikor mindig készülni kell arra, hogy valamilyen változás lesz. Tulajdonképpen nem az, hogy most a lisztárát meg fogják emelni, ez egy hosszú folyamat, és ami ráadásul még tragédia, hogy nem csak a kenyér ára, hanem a péksütemények árát is emelni kell, hiszen nem csak a liszt ára emelkedik, hanem a cukortól a margarinon, tejtermékeken keresztül minden. A karcagiak elsősorban helyi pékségből szeretik megvenni a kenyeret és a pékárút. A mulka kenyeret szeretik a lányok is, és én is, és ezért itt veszem általában, de van, amikor más, hogyha esetleg nem jutok el idáig. Lacik Dénesné mutatja azokat a papírokat, amelyeket az egyik beszállítójuk küldött a folyamatos beszerzési árak növekedéséről. Körülbelül egy hónapja egyfolytában csak ilyen leveleket kapunk, hogy mindenféle alapanyagot, járulékos anyagot emelnek. Ilyen híreket hallunk, hogy a cukorépa termelés sem olyan, mint amilyennek lenni kellett volna, a búza sem, a kukorica sem, tehát nem igazán úgy kedvezett az időjárás, mint ahogy szerettük volna, vagy mint ahogy 20-30 évvel ezelőtt megszoktuk, hogy volt klasszikus 4 évszak, ez már most nem igazán jön be, és várjuk, hogy megkapjuk a végleges árakat, mert eddig még mindenki csak 100%-ban tájékoztatott bennünket, és attól úgy, hogy várható, tehát hogy melyik pillanatban jelentik be, hogy akkor most van az, amikor tényleg emeljük, nyilvánvaló addig mi is kivárunk. Magyarországon a tavainál mintegy 500 000 tonnával kevesebb, nagyjából 4,7-4,8 millió tonna búza termett. Ráadásul gyengébb minőségben a szokásosnál. Az idei termésen belül az étkezési minőség aránya csupán mintegy 30%-os. A maradék euróbúza, de inkább takarmány minőségű. Azonban az említett 30%-kal számolva az idei termésből csupán 1,4 millió tonnányi alkalmas őrlésre. De mivel a jó búzából is megy exportra, fehérjepótlásként pedig a takarmányozáshoz is felvásárolnak belőle. A jó minőségű búza iránti kereset a szokásosnál is élénkebb volt az idén. Ez pedig megemelte az árakat. Lacik Dénesné elmondta, most munkaerőből sincs hiány, fiatal dolgozni akaró és szerető munkatársaik vannak. Van egy stabil létszámunk. Nem küldtünk el senkit akkor, amikor baj volt. Igyekeztünk úgy megoldani, hogy mindenki maradjon. Átvészeltük, most úgy néz ki, hogy meg vagyunk és jól vagyunk.